Az elmúlt 5 év rengeteg boldog és nehéz pillanatot is hozott. Így fogalmazott Appel Szoffer Ágnes, aki 2014 óta vezette polgármesterként Tolnát. Kihívást jelentett a pandémia, a háború és az energiaválság. A városvezető nem indult újra a június 9-i választásokon, így ő nem lesz tagja az októbertől működő új képviselőtestületnek. Appel Szoffer Ágnest a 2019-2024 közötti önkormányzati ciklus utolsó üléséről is kérdeztük. Én igyekeztem csak a legsürgetőbb anyagokat most a képviselőtestület elé vinni, hiszen, mint tudjuk, ez az önkormányzati ciklusnak az utolsó testületi ülése volt, és azt úgy tartottam tisztességesnek, hogyha nem hozunk hosszú távú stratégiai döntéseket, úgyhogy tényleg csak ami a legszükségesebb volt, tankerülettel kötött, vagy a gimnáziummal kötött szerződések megkötéséről, módosításáról, vagy a kulturális központnak volt egy kérelme, ami költségvetés átcsoportosítást igényelt, vagy elfogadtuk például az óvodának a szervezeti és működési szabályzatát, igazgatóasszony vezetői programját. Döntöttünk arról, hogy terveztetünk közvilágítás bővítést, tehát néhány lámpatest esetében lakossági igény merült fel, hogy bővíteni kéne a lámpatestek számát, és akkor ennek a megtervezéséről. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távú stratégiai döntéseket nem elegáns már az utolsó ülésen meghozni, függetlenül attól, hogy nyilván a mostani képviselőtestület tagjainak egy jelentős része a következő képviselőtestületnek is tagja lesz. Azért vezetőként ugye jelentős ideig a polgármester vette át a képviselőtestület hatáskörét, és kellett fontos döntéseket is meghozni. Ez engem egy kicsit megviselt úgy lelkileg. De hát nyilván, amikor a feladatban benne van az ember, akkor csinálja. A leköszönő polgármester büszke az elmúlt évek fejlesztéseire. Csak a Dunapartot mondjuk, ami egy nagyon jelentős beruházás volt, és nem feltétlenül összegében, hanem jelentőségében, hiszen azt aztán a városlakók nagyon nagy része használja. Vagy gondoljunk az uszodára, a laktanyára, az utcák, a járdák megújítására, a kerékpárútra, és tényleg nem szeretném, közintézmények energetikai korszerűsítésére is, és nyilván van még egy csomó. A jövőben is sok fejlesztés valósulhat meg Tolnán, többek között TOP plusz pályázatok keretében. Beruházásokon túl azért működtetni is kell mindig egy települést. Értem ez alatt azt, hogy működtetni kell az intézményeit, hivatalt, óvodát, bölcsödét, családsegítő központot, közművelődést, és törődni kell azokkal az emberekkel, akik itt élnek a városba, és azokkal is, akik itt dolgoznak az önkormányzat berkein belül. Én nagyon fontosnak gondoltam azt mindig, hogy ne csak a feladatokat osszuk le a munkatársainknak, hanem lehetőség szerint támogassuk is őket, akár anyagilag, akár erkölcsi elismeréssel. Talán ezt a legnehezebb elengedni nekem. Tehát az, hogy nem indultam az önkormányzati választásokon, ugye még ez év elején jelentettem be, és nem bántam meg egyáltalán, hogy így döntöttem, és nem leszek polgármester. Viszont azokat az emberi kapcsolatokat elengedni, akikkel együtt dolgoztam az elmúlt 5-10-18 évben, azt sokkal nehezebb, mint gondoltam. De hát itt fogok élni ezután is ebben a városban, és én őszintén hiszem, hogy nem tettem semmi olyat a tolnaiak, mözsiek ellen, amitől ők ne ismernének meg majd az elkövetkezendő években itt, hogyha boltban találkozunk, vagy a temetőben találkozunk. Appel Szoffer Ágnes sok sikert kívánt a következő testületnek. A mandátumok eloszlását tekintve az új képviselő testületben 7 kormánypárti politikus mellett 5 fő jutott be a Tolnavárosért Egyesület színeiben. Appel Szoffer Ágnest a városvezetői pozícióban Balogh Zoltán, a Tolnavárosért Egyesület politikusa váltja.